Zaza, sétál. Egyit. Utána, ható vagyok. Úgy néz ki, hogy esik a hó. Kicsi már annyira hideg, mint elő volt. Elébb jóval hidegebb volt. És ez megáll a hó, jön vissza. Minusz 1, minusz 2 fok lehet. Igazából 0 fok van. Csak nem vagyok. Bőhöz hozzá. Edzve magamat. Régen volt. Kell meg 15 vagy 20 fok volt. Gyenge szervezet ez. Megterheli. Gyengül az agykapacitás. Ugyanúgy gyengül az izomzat is. Növekszik az agy. Annál jobb van a szervezet is ellenálló. Válhat. Egymásra mindenki hat. Nem úgy van, hogy a másikra nem hat ki. És itt van a nagyon sok problémák. Patak, Pepsi, Coca-Cola, mind-mind. Károsító hatási vannak. Nem csak a szerzetnek, hanem az agy kacitás, az életvétele, mindennek. Igen. Rövid. Igen. Kitérők voltak. Ez a napra időre fejezve ezek a határ szemlék nézegetések. És van ilyesmik is mozgás, mozogni kell, nincs meg a mozgás, nincs meg a agykapacitás sem, egyszerűen csak a rossz, minden növekszik. Most is vannak ilyen videók, ahol vannak ilyen streamelések. Mindenről szokott lenni. Minél jobban a virtuális világban való életet kell. Kell elszabadulni átlagos, hogy mások bánják egymást a Facebookon vagy semmit a virtuálisan lehet csinálni ezt a valóságban is. Teszünk fel a helyzetet, vannak ilyen élethű játékok,
kint egy ember sétálgat a hón, körülnéz, járogatni lehet. És ugyanazt, tehát van idő rá, valóságban is meg lehet tenni, nem pedig a hív mellett ülve nyugatni, mert ugye a technikák, vagy ilyen futópad, feraksz egy fedre egy szöveget, és futópadon át mozog egy lassan, és akkor sétálsz virtuálisan. Szintén szóval ez annyival jobb, hogy már nem egy helybe ülsz, hanem mozogsz. És nem itt fogod több mindent lehet látni. Az agynak jó sok mindent fel kell dolgozni, adnia. Nem, amúgy van. Ne kelljen! Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!